Sebesség a hívó szava. Két éjjel és streamer száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősük mostanában. Szól a rádió, a hívás érkezik. Walter a helyszínre siet, büntet és véd az igazság itt vár. Tóbes Walter a visa sem hátrál. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szempész streamen száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szempész streamen száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. A városban szágúr, mint a szél, két éhes szerté világában éli életét él. Mindenki látja, hogy ő a legjobb, Tóbes Walter, akit senki sem fog. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szerté streamen száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. A város fényei mögött őrködik, ha baj van, mindig segít és vigyáz ránk. Nem hagy senkit cserben, mindig megvéd. Tóbes Walter az út őreit terjed. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. Szól a rádió, a hívás érkezik. Walter a helyszínre siet, büntet és véd az igazság itt vár. Tóbes Walter a visa sem hátrál. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szempész streamen száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. A városban szágúr, mint a szél, két éjjel szerté világában éli életét él. Mindenki látja, hogy ő a legjobb, Tóbes Walter, akit senki sem fog. Walter az úton, a sebesség a hívó szava. Két éjjel szert és streamen száguldozva. Tóbes Walter mindig ott van, büntet és véd a hősünk mostanában. A város fényei mögött őrködik, ha baj van, mindig segít és vigyáz ránk. Nem hagy senkit cserben, mindig meg. Hello, szia! Tengerbétis szeretettel üdvözlök mindenkit, szép jó estét kívánok! Hello, sziasztok! Szervusz harcos, hello! Szia, Szabi! Szia, szia! Szia, István! Hello, hello! Szia, Bru! Szia, Zoli! Szia, mindenki! Szia, Dév! Hello! Sziasztok! Nem kértem engedélyt a BMW-re, amúgy. Továbbra is teszlások leszünk, kérem szépen, a szolgálatban. Ja, mindenki, hello.
Kipihentem magam. Böcsülettel. Na, egy jó bankrablás van folyamatban, ha jól láttam. Hát az kőcsoda. Ki az a házalat? Hát orba baszom. Melyik volt az? Jaj, várjál. Múltkor is kocsikulcsok hada volt a kezünkbe. Úbrú, az erős volt. Júj. Kellenek a munkások, tudod nagyon jól. Mi az a Mercedes-es magányember ott? Az Mercedes? Jól látom. Szia! Szia! Na mi ez a kotla? Bármi kotla. Fem, mi ez? Ez? Verda. Mi lesz? Na jó van, találkozunk bent, szia. Ja. Akkor bolond év volt az. Hogy vagytok? Hogy telik ez a csodás hétvége? Mindenkinek egyre kevesebb van már a suliból, meg mindenből. Valakinek már vége. Szia Márkom, szia! Szóval maradunk a konnektoros gecinél. Hogy te milyen gonosz vagy? Azt mondja konnektoros geci. Végül is így is lehet hívni végül. Na már vége. Az jó. Két hete nincs. Az azért mondjuk komoly. Akkor neked jó, jó hamar vége lett. Az a nem semmi, kérem. Alássan. Betározunk mindent. Megvan. A gumilövedéke szokott fogyni. Azért erőteljesen. Nem búzisan. Hát erre úgy fasz a kanapé. Na, akkor jó. Az a lényeg. Na várj, rádióra fölcsatlakozunk. Szép jó napot kívánok, dobos volt erre 10. Erős. Ezek a parancsnoknak. Látlak. Van 8 túsz található. Igen. Mindegyik egészséges. Megkezdem akkor a tárgyalást. Erősítés szükséges a helyszínre? Negatív, egy autó van kint, úgyhogy. Ső követelés. 3 túsz. Na. Akkor kinézve jobbra szeretne teljes szabadítatózó. 4. Hát ez nem, nem akarja. Hol lefoglaljuk a picsába? Nem belement. 2-t előre küld. 3-at kérek előre. Akkor kimegy a harmadik is mindjárt. Nerusz pikánsom, szia! Vajon benne van a tesztelkesztyű tartójában a tegnapi mellény, amit a Dave-vel lehozattam? Ah, nincs ott. Megtörtént az átállás. Hosszál mellényt? Magamnak hoztam. Hát és rám nem gondolsz? Itt is
kamion. Neked mi volt van benne murka? Nincsen, bazd meg. Hát Viktor, vagy intézed a dolgot. Kösz. Intézem. Ja. Isteni az ökszö parancsnoknak? Hallgatlak. A követő egy túszért szeretne felüldözést. Kötelező ötet. Járó, szia. Mi? Hát csak erre annyit mondja, hogy megkapják. Gyengéknek kell csak, gyere őbe. Jó. Egység számod át van írva? Szerintem igen, mindjárt nézem. De nem. Na hát akkor. Itt a remek alkalom. Hogy állt Ilda az azonosítód? Egy túlszert. Az alkalom. Ha úgy van, oda tudom adni neki. Adsz neki persze. Imádom azért az a... Aztán... Imádom. Szerintem hogy van az autóba az igen. Nem tudom, hogy van-e külön elektromos töltő. Kurvára jó hangja van. Ne! Jaj! Korba! Tegnap is itt! Tegnap is ugyan itt! Csába! Baszom, ezt a konyhát nem kedveli ez a szegény. Jó vagy? Meg vagyok. Dehogy miért? Az elkövető a maradék kettő túlszért szeretne fejenként 100-100 dollár. Benézünk a szerelőkhöz. Az autó, az a durva, hogy mi az már fóriumos volt, de elvileg autókeres, autókerben nem láttam. Igen, tudom, mesélted. Belement ezekre. Jól néz ki. Hát ja, jól néz ki, csak kurva nem menjek annyit, mint egy Brabus. Mert Brabus mi a faszom? Gamer-C hülye vagyok már. A jó, de a Gamer-C az elit. Jó. De viszont ez a bárközőjétek levele, hogy nem tehet ki le az hát nem a 200 km-ről a kicsikét kevés amúgy, szerintem. Mondjuk hátjó kerekes, mondjuk. Jó, a SWAT-os BMW, illetve a Marshall-os BMW fog üldözni. SWAT-os 5-ös BMW-vel. Marshall-os BMW kontot ír Johnsonban kint. Fix. Rendben, uram. Én leszek. Na, egy árva szerelő sincs, akkor veszek ki pénzt. Jó. Le kell rántani egy kis lóvét a szerelésre, mert balfaszok vagyunk. Nem maradtok átnézni a boltot? Hoppá! Hát akkor figyelj meg, hogy Johnson meg a Reven együtt van. Adadunk. Még jó. Ha, a Reven. Akkor nem együtt vannak. Hallod? Kurva remélem, hogy ma nem akarnak téged megölni. Ezt én is. Mert? Nem. Csak így ilyen már, ilyen izé, napi. Ha van rajtam mellény. Hát van. De pót nincs. Hát mit csinálsz te ott az a csomagtartó jó ember? Mit nézel ott? Dick! Vétel 150 kellett, ugye? Pozitív. Na hát köszönöm szépen. Azt jól most megérztetted szegényt. Azt mondom, hogy jól láttam, hogy a csávónak az a faszinak az van ráírva a mellére, hogy Pedro. Nem tudom. De hát akkor Pedro. Leszakadd az alvázaham, te! Hát ilyen nincs egyszerű, mindenre tudsz mondani valamit. Csibész 1-es járőrszolgálatot teljesít. Mi a szerezi? Két gépjármű van a bank oldalában. Mi a fasz? Láttam. Tünk egy felhívást. Erre van az a 71-93. Ja, tudom, az a sarki bank, jó. Igen. A figyelj, Anthony. Igen. Ezt rakd zsebre! Kis Covid? Hát ez már rosszabb. Hát a Póveszt. Ez már vidok. Izabella, gyertek ki, Viktor vissza az ajtót. Ez már a... Térképen neked is hiányzik, az egy kis rész. Milyen rész? Alágia. Milyen rész hiányzik? Aha.
Köszi, egy új amatomot ledobtunk, köszi a hapcia mótákat. Hopp, crash. Hoppá. Neked is? Kicsit beakadtam a szemem, jó. Érted így, fölakadtak okay. A szemeim. Jó, akkor semmi. Van mentős. Szép jó napokat kívánok. Tiszteletem. Tiszteletem, olvastuk, hogy itt egy ilyen nyíltnap van, ez miről szól? Hát, megismertek, ne alakosak, hogy is csinálunk. Ja, értem, és akkor itt toborozni is akadnak, gondolom. Hát, ha jönnének, akkor igen. Aha. Senki nem jött még. Ha minden meg hát itt vagyok. Akkor megkapjátok az oldatot. Vagyunk. Erre. Jobb ajánlatot mond. Mennyi a pénz? Mennyi mondja? Hát nem tudom, hogy vannak a pontosak. Tessé? Igen? Hát ez szomorú. Miért megjelölés nélkül akarnak pozíciókat kínálni? Hát de azt hiszem, várjunk, hogy van. Én keresek 39 ezeret. Akkor a kezdő az 5000 körül keresett. Mennyi? Valahogy így. 5000? Hát igen. Hát az jó kevés. Hát jó, tehát hamar fel lehet jutni a ranglétrán. Ja. Az úgy jó. Sokat van. Jól dolgozik, akkor kap a lőlétet is. Hát nem tudom. Dobás van, tehát keres van rádion. Vételen? Bocsánat. 19. Kapitány segírodához jöjjön. Nyugtáztam. Érdik kell a monatot. Bocsánat, mennem kell. Viszontlátásra, sok sikert. Hoppá! Akkor már telefonon nyomom a rádiót. Nem tudom, de leelőfordulat, hogy lesznek külsősei. Alfa 66, 10, 19. Na, megjött a nyugdíjazási papírom? Kiálltom a feloldót. Kurva, remélem, hogy nem. Hú! Majdnem. Hú, az majdnem nyugdíjba küldött rendesen. Hűha. Hát reméljük, hogy nem most basznak ki a picsába. Na most ne basz belém az ideget, miért faszolnék? Na, hát figyelj, várj itt a kocsinál, őrizd. Jó. Mindjárt jövök. Nem zárom be. Jó. Akkor lopjanak el vele engem. Aha. Na gyerekek. Mit csináltunk, amire kapitányság irodában hívhattak volna? Akinek van elfogalt, hogy a főtön ingolva? Gondolkozzunk el. Pozitív. Jó, akkor váltsatok egyet és Izabelláikat le kéne váltani, mert a BMW-kkel nem bírjuk tartani a tempót az M2-vel. Csak nem. Izabella, ahogy megérkeztek a Dodge-el, akkor ti leváltok, jó? Na, bazzeg, rossz ügybe szállok. Amúgy csak a garázsba akartam jönni. Meg akartam nézni, hogy minden rendben van-e. Haladunk ki Paletó irányába. Kicsit összekapjuk magunkat. Na! Hopp. Jöjjön, csak jöjjön. Abba esetbe pont kopogni akartam. Tiszteletem, uram! Szép napot, jöjjön. No! Csatlakozom le a rádióra. Igenis. Nem kell hoznotok. Dobas Walter és Viktor Williams lecsatlakozik a rádióra. No. Az már rég még lejárt. Tisztelt Walter, szeretném beszélni. Így van. Köszönöm szépen, Bajtika. Jézus erre. És Lieutenant Colonel, ugye? Igen. Mint a rendfokozat, mint pedig a beosztás és osztály páros egy igen erős és határozott vélemény maga melletti kiállásért. Így gondolja? Tehát marsalként és lieutenant kolonelként ön a rendőrség, én azt gondolom, hogy egy igen csak kitüntetett és igen csak magas beosztású tagja, az önnek van szava az állományban, mind marsalként a felülbírálások miatt, mint pedig lieutenant kolonelnél az aláfelé rendeltség miatt. Így van? Úgy gondolom. Rendben, szépen, akkor Bajtika. Mégis hogyan képzeli azt Mr. Walter, hogy a többi kollégáját, vagy ex-kollégáját, és teljesen mindegy, olyan szavakkal illeti, amikkel illette őket akkor,
amikor felsorakoztak itt, és leadták a szolgálatot. Én önmagát azóta nem láttam szolgálatban, mióta ez a felmondási hullám elkezdődött, és megmondom az őszintét, hogy a nyers vélemény kifejtése a többi kollega előtt egyébként az, ami engem arra késztetett, hogy a parancsnokság felé tovább vigyem ezt az ügyet, ugyanis nem csak az én, hanem több ember füle hallatára is jutott ez a dolog. Ön úgy beszél a beosztottakkal, ahogy, és sajátos módon a fülünkbe jutott pár olyan információ, amelyek alapján azt a döntést kellett meghozzunk, hogy önnek rendfokozott megvonásban kell részesülnie. Értem, és megtudhatom, hogy mik ezek az okok? Természetesen. Én azt az okot tudom elmondani magának, de egyébként magát az okot elmondom, ön a konkrét, vagy elmondtam, ön a konkrét esetekre kíváncsi, ugye? Természetesen, ami ezt eredményezi. Rendben. Vegyük példának azt, amikor én konkrétan emiatt hoztam fel a témát a parancsnokság összeülésén, amikor itt a kollégák felsorakoztak a kapitánysegiroda előtt, hogy ők szeretnék leadni a jelvényt, akkor ön említett valami patkánymérges dolgot Michael Raven társaságában, így volt? Rémlik valami, de ez már elég régen volt. Igen, azt mondtam, hogy én önt azóta nem láttam pedig szolgálatban. Pedig voltam. Egyszerre nem voltunk szolgálatban, Mr. Volt. Ez az lehetséges, hogy egyszerre nem voltunk, így van. Úgyhogy ezért kellett. Az előző héten is beszéltünk a parancsossági ülésen, bocsánat, 2 hete, mert hogy most volt az előző, és most is szóba került ez a dolog, és kiálltunk amellett, hogy sajnálatos módon meg kell válni a lieutenant colonel rendfokozatától, mert becsmérelni a kollégákat, az ex-kollégákat más emberek előtt nem adnak a, hát hogy is mondjam, nem annak a rendfokozatnak a hatása, amelyben ön van. És példát kell mutatni másoknak, és építeni kell az állományt lieutenant colonelként, nem pedig becsmérelni másik kollégát, pláne nem patkányozni. Nekem is sajnálatos módon megvan a véleményem emberekről, de kollégákat én nem illetnék patkányjelzővel. Hát azok már nem kollégák voltak, tudtommal. Remélem egyetért ezzel. Hát kollégákra egyértelműen nem mondunk ilyet, ez természetes. Még felmondás alatt álltak a kollégák, amikor ön ezt mondta, vagy ex-kollégák, de teljesen mindegy másik embertársunkat sem illik így. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb baj ezzel, mert hogyha ezt ön egy járőrautóban mondja el az egyik kollégának, akivel maga megbízik, akkor soha nem jut a tudomásomra, de az a helyzet, hogy ön 2 darab akademista kollega előtt, illetve egy korporál előtt, illetve előttem hangoztatta ezt a véleményét embertársairól. És megmondom az őszintét, hogy az akademisták befolyásolása még így korai szakaszban, én azt gondolom, hogy elég erős, pláne egy lieutenant kolonától. Így nyilvánvalóan rossz irányba tudja terelni az akademista kollégákat, az a fajta megnyilvánulás, amit maga mondott. Úgyhogy ezért töltöttük a parancsnokság mellett a dolgokról. Úgyhogy szeretném elkérni az ön jelvényét. Aha! Már adom is! Tessék, itt van! Ehhez csak annyit hozzáfűzvén, hogy azt, ezt egy kicsit igazságtalannak tartom abból a szempontból, hogy amikor a Reynolds tudtommal semmilyen büntetés, rendfokozott megvonást nem kapott egy hasonló jellegű megszólalásért, amit állampolgárra tett, állampolgárok előtt, több mint 10 állampolgár előtt. Ott a marsali munkámat folytatva ezt továbbítottam, eredményét ennek nem láttam. Tájékoztatom az ereméről, Mr. Walter. Igen? Kegyeletsértésért, illetve cserbenhagyásért egy darab szóbeli megrovása van, illetve a kegyeletsértésért írásbeli megrovás. Az ön által emlegetett korporál kolléganak egyetlen egy szóbelire van attól, hogy az ön rendfokozat megvonásos sorsára jusson. És én hány szóbelit kaptam is figyelmeztetést ezelőtt? Lieutenant colonel. Ja, értem. Ez a különbség. Jó, itt a számítógépen át pöttyintem az ön szerződését, jó? Jó, és mi lesz az új beosztásom? A beosztása marad marsra. Mi lesz az új rendfokozatom? Hát egyen lejjebb fog kerülni, chief rendfokozatban. Ha jól látom.
Így van. Az komoly. Kettő 66-os volt a jelvényszám, ugye? Így van. Jó, a fiókból kiveszek egy jelvényt, és átadom az új jelvényét. Azt hiszem ez az. Hát mondjuk ez sok jelvény lesz, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Hogy befáradt, folytassa tovább a járőrszolgálatán. Inkább leadom szolgálatot. Az is egy megfelelő döntés. Viszlát. Viszlát. Hát gyerekek, ezt én nem érzem egyáltalán igazságosnak. Ez már azért egy fokkal több, amit én elviselek. Igen, azt gondolom. Bajtékem, még egyszer nagyon szépen köszönöm az 5 darab subgifet. Nem volt ennyi a stream, csak... Itt most átgondoljuk, hogy mit csinálunk. Szia! Hát, szia! Na, mi van? Na, hát lefokoztak azért, mert lepatkányoztam 3 kilépőt, akik ilyen bandás jelmezbe jelentek itt meg. Arra, igen. Hát és ezért lefokoztak Chief-é. Igen. Hát ennyi. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Így van. Felhívták jó, van, akkor csumi. Szervusz! Most még egyelőre nem lépünk ki, de elgondolkodunk. Lusi, még amikor álltunk fönt a lépcsőn a kapitányság irodáját, és pont a Roliék adták le IC a jelvén, tudod, az a 3 személy. És akkor nagyon fölbaszott hirtelen, és ugye IC is mondta, hogy na, körbe kérdez hordék és patkányvérget a kapitányság területén, hogy a maradék is kihújjon, ennyit mondtam. És akkor ott volt ez a drága, kedves kollega úr, aki most lefokozott. És ő azt ott szóvá is tette. De ja, én ezt egy kurvára nem érzem fernek, bazd meg. Ezt most meglátjuk, hogy hogyan fog folytatódni. Most egyelőre kicsit elmegyünk civilbe. Meglátjuk, hogy történik. Ja, kocsikázunk egyet, meg benézünk szerelőtelepekre. Úgyis kevés a szerelő. Szóval igen, mivel kilépő kollégákra ezt mondtam, és mivel Lieutenant Colonel vagyok, ezért lefokozási jár-e. Vagy hát voltam ugye. Ezen kívül természetesen az a vicc, hogy a munkámban nem tudnak belekötni, szóval hát valamit ki kell találni. Fiat is. Na szóval bocsánat, csak elvonta ez a beszélgetés a figyelmemet. Bajtika, nagyon szépen köszönöm az 5 darab subgiftet.
Termidonnak, Vardexnek, Márknak, Zacskós Kiflenek és Harcosnak pedig gratulálok a ingyen tagsághoz. Élvezzétek ki a badge-et, meg az egyéb emótákat. Emóta fejlesztéseken már gondolkodtam amúgy, már volt egy ilyen beszélgetés is. Olyan árajánlatok jönnek az ilyenekre, hogy a hajam égnek áll. Szóval igen, meg a tematikáját kell még egy kicsit átdolgozni majd ezeknek, úgyhogy majd ezek mind lesznek bővítve. Úgyhogy ja. Humános huligánok elmentek. Ezért jó szolgálatban lenni, mert legalább az ilyeneket nem látod. Az közel volt. Hát ja, szóval most körülnézünk egy kicsit civilben. Megnézzük, hogy mik a helyzetek. Benézzünk szerelőtelepre, hogy hát ha vannak. De nincsenek. Nem megyetem el a dobosfart, de sosem fogom ilyen a rosszba belemáltani őt. Ő mindig is egy ilyen rendvédelmi alak lesz. Hát, mi a picsa van? Annak meg nem lenne értelme, az a baj. Ha túl sok minden ott nem történne szerintem, így stream szempontjából, hogy nektek is élvezetes legyen, meg izgalmas. Ez most egy crash? Ez most egy crash. Ez biza az. Nem kicsit, nagyon. Mindjárt hú, visszatérünk. A városban szágul, mint a szél, két éhezzeté világában éli életét él. Direkt lett, ja. Mindenki látja, hogy ő a legjobb, Dubes Walter, akit senki sem fog. Imádom, amikor ez van. Mindig újra lehet indítani. De legcsodálatosabb dolga az RP szervereknek. Improvizált a Venstri? Várjál, mert működik, mindjárt még körülnézünk a városból, mit lehet csinálni.
Jó volt, velem köszönöm, hogy bejelentkezti. Jó ballagást. Meg mindent. Nem botod még annól az FBI beolt ide a szélbe. Direkt nem akarnám. BMW? BMW ott van. Na, a BMW-nek leszakadt mindene. Ki van az élettől. Zsoble Péderadar. A szép út. Aaaaaa, büdös picsába. Ah, nagyon szépen köszönöm. A faszom. Vezessek? Megvezessek már. Az, hogy komoly lenne. De ezeket a sok kis rendvédelmi frakciót már régebben megszüntették, aztán összevonták. Jelöljegyek. Üveg? Kivétel. És? Komboly youtuberem. Az szép. Nekem utoljára a negyedikben voltak ilyen jegyeim szerintem. Állj félre, állj félre, álljál félre. Akkor fogócskázzunk. Ez lő, bazd meg. Az jól lőtt, vagy lőtt? Az baszni akar. Ó, rövöm, bazzak, ne SMS küldje, hívjál fel! Ez most mi volt? Azt már elvették, még régebben egyszer kiraboltak. De ez mi volt? Áh, Istenem! Tím! Lelőttek! Rendőr! Egyre jobb ez a nap így. Kongott, te kongott. Lútad le, lútad le, lútad le. Szánalmas.
Kinyitom az ajtót, nem ezt. Nem hiszem már. De nem tudom kinyitni. Beledom az ablakot, behajolok szépen itt. És ezt a rendőrség belecsinálják? Geci! Szavasz. Szia Pablo! Na mi történt? Na tengerbét is szeret. Hallgatom. Na! Annyi rend a kérdés, hogy miért lőttetek le itt a rendőrség mögött? Itt álltam egy helyben. Nagyon jó kérdés, bevitt. Igen? Bevitt RP. Szerintem de, a négyszer, tehát négyszer, de te vagy a Walter papi, szerintem most gondolom streamer. Igen, tehát, igen, igen. Vissza is lehet nézni. Vissza lehet nézni, ordibáltátok, hogy ott, állj ott, állj félre, igen. Ennyit igen. Mondatok. Utána rálőttünk a kerekedre, és azt... bejöttél ide rendőrségre. Most csodálkozol, hogy ki leszel kongatva? Nem értem. És ebben mi volt az RP tartalom neked? Ez miért volt neked jó? Ki akartad a fosztolja most? Bejöttél ide, aztán le lettél lőve, és nem tudok csinálni. És itt a rendőrség beletti utcába, úgyhogy ott mászkálnak bent a rendőrök. Bevitt RP. Nem erről van szó, hogy bevitt RP, hanem a realitás. Meg a spuri szabály ugye, bár ha már lelősz és még visszajössz lelútolni szintén a rendőrség mellett. Ez a szerver szabályzatot már nem álltan átolvasni, ha már ilyen tevékenységekbe fogtok bele. Ez meg a másik. Hogy? A spuri hát, szabály? Azt el tudod mondani, mi az a spuri szabály? Ami benne van a szerver szabályzatban? Nem ez volt a kérdés, ez amióta megvan írva a szerver, benne van a szerver szabályzatban, mi az a spuri? Eddig nem. Nyugodtan. Már régóta bent van. Nagyon régóta bent van. Én január elejé óta játszom a szerveren, és már akkor bent volt. Hát én nyitás óta játszom, bátya. Én értem, bátya. Bátya! Én most ilyen nagy benyő roadmeneket próbáltok RP-zni? Ha kilövöd, akkor legalább pont itt a rendőrség mögött, akkor legalább nem maradjatok itt. Nem is maradtunk itt. Nem maradtak itt, mert elmentek egy 15 másodpercre, meddig megírtam a reboldat, aztán visszajöttek. Ja. Itt üvöltözték értelmes módon, hogy kongott, aztán meg lootold le! A kongottat, azt pont hallottam. Hát akkor... Egy annyi kérdés, én aláérom, lelőttetek, nagyon ügyesek vagytok, egy fegyvertelen ember. Nem mondhatok még annyi is, hogy fegyver lenne rám fogva, amúgy. Tudjuk, hogy fegyvertelen vagy. Most ez lényegtelen. Annyit sem mondhatok, hogy fegyver van rám tartva. Most való életben, nem tudom, hogy van-e jogosítványatok, vezettek-e. De hogyha valaki ordibál mellettetek, hogy állj félre, te félre fogsz állni. Nem. Na ugye. De rálövünk a kerekedre, akkor lehet, hogy úgy néz ki, hogy rálőttetek a kerekemre? Hát rálőttem. Csak vakon vagyok, és nem bírtam eltalálni. Ez ilyen. Szar az aim, nem tudom, senki. Nem tudtam előni, de figyelj, szerintem látszik, hogy rádőttünk szerintem. Kerek. Hallatszódik két lövés, az való igaz. Hát akkor ennyire azt is mondhatnánk, hogy behoztad az RP. De ebben mi volt az RP? Kifosztás RP. Ja, értem, kifosztás RP. Utaljak egy kicsit a számládra, hogy ne kelljen ilyeneket csinálni, vagy tudjál menni RP-zni? Nyugodtan, persze. Na, de térjük vissza a spuri szabályhoz. Mert azt viszont megszektétek. Azzal, hogy visszajöttetek. Ha már ugye nagyon ügyesen, profi módon kikungattatok egy-egy helyben álló. Mi szabályod, meg ez miért? Hát cirka 3 hónapja. Tök mindegy, hogy mióta. Ha egy szerveren játszol, akkor figyelned kell a szabályzatot. Hogy be tudjad tartani. Ez kaják mondjátok már, hogy nem olvastam át, mint 3 hónapban. Tehát most jöttem, hogy nem olvastam át. Hát ugye a szerver nem tudása nem mentesít a betartása alul. Jó, lényegtelen, de azt kérdezem, hogy ez mi? Ezt kérdezem, az mi? Az pont az van benne, hogy ha ilyet csinálsz, akkor nem szabad visszajönni helyszínre, el kell menni. Ez most rendőrökre vonatkozik? Nem. Honnan tudod, hogy én rendőr vagyok? Hát most így OC tudom. De nem OC, IC. IC, de nem tudhatod. Nem, mindenkire. Bármire. Mindenkire. Vagy rendőrökre. Hát de nem nagyon hagytuk el a helyszínt, csak kitaladtunk, azt visszajöttünk. Ennyi volt kb. Ez nem nagy elhagyás volt.
Hát de pont ez az, hogy nem hagytad pont el. Pont ez a lényeg, el kellett volna hagynotok a helyszín. Ha már lelősz, és nem csak fegyvert adasz rám, hogy szálljak ki. Hogy kifoszthassál, hogyha valóban ez volt a célod. És nem lehet lelőtolni, vagy mi? Nem tudom, miért kéne ezért. Valami probléma van még esetleg? Más nincs, más nem. Nagyon szépen köszönöm. Jól van akkor. Jó játékot, hello. Köszönöm. Az meg elkullog. Beszarok. Pongott. Hát tök mindegy, szolgálaton kívül vagyok, egy sima állampolgár vagyok, nincsen állam lófas se. Elveszi azt a 30 ezeret, vegye bazd meg, de ne azt csinálja már, hogy lelő, mint egy idióta óvodás DM szerveren játszó ember, érted? Én is volt, hogy ha lövöldözni volt kedvem, fölmentem DM szerverre, de most ebben mi az RP, hogy a forgalmas város közepén odamész és állj félre, állj félre. Ezért volt régebben az MTA-n az egy kurva jó szabály, hogy a forgalmas helyen minden ilyen tiltva volt. Minden. Semmilyet nem lehetett csinálni forgalmas helyen. Tiszteletem. Tisztelet. Jó napot. Jaj, szegény Merci, miket át nem élt már. Szép napot, üljetetek önnek segíteni ezen a csodálatos napot. Hát, tiszteletem, drága úrom, kérem szépen, itt van egy kis karcolás itt a bal ajtón, meg a sárvédőn, meg egy ablak, bal első ablak, az úgy hiányzik. Rendben, meg volt. Erősebb voltam, mint az üveg, tudja. Rendben, itten hozom az ablakot, meg egy kis gittet, meg festéket. Jó, minden elrakom a dobozt. Elnézést, csak kinyitom az ajtót. Csak nyugodtan, azért hagytam nyitva. Rendben. A máshogy nem tudja megcsinálni. Itten szépen kicsavarom a csavarokat. Rendben. Fú, de nehéz. Rendben, ide lerakom a felsét. Rendben, előveszem az üveget. Ide szépen behelyezem a sínbe. Addig telefonálnak egyet, hogyha nem baj. Rendben, rendben. Rendben, itt behelyezem a sínbe. Jó. Szevasz, na mi a helyzet? Semmi, sodakozóban. Ja, jó, akkor SMS. Na, mindjárt beszélünk. Jó, 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 majd hívjál, csá. Jó, cső. Ó, nem volt boldog hangja neki se. Rendben, gittet visszabeteszem a dobozba, előveszem a festéket. Rendben, itten szépen óvatosan befestem. Jó, így, né. Készül is vagyunk, 10 000 lesz és számlázni fogunk. Jó, jó, rendben, dobos volt ennyire, jöhet a számla. Rendben, ki is állítottam. Köszönöm, mert azonnal nézem is itt a számlatömböt. Rendben, itt felveszem a dobozt. Jó, arrébb viszem. Köszönöm. Főnöke, mikor lesz itt a környéken? Ez a morcos ember.
miben keresi? Tehát... Csak úgy keresem személyesen. Ja, értem. Hát esetleg, hogyha adok egy telefonszámot, és akkor tudom önt értesíteni, hogyha esetleg városban tartózkodik-e. Jó. Várjon. Rendben, állítok, meg is osztottam. Milyen néven menthetem el? Engem? Aha. Thomas Wilson. Ó, mentem is, én is tudok egy ilyen kontaktmegosztást. Egy fél pillanat. Tessék, drága úram. Rendben, el is mentettem az urat. Nagyon szépen köszönöm. Vén, ugye? A főni. Jól emlékszem. Ha jól tudom, igen, igen. Jó van. Majd mondja meg, hogy a Walter keresi, kérem. Rendben. Ha úgy van, akkor a számomat is átdobhatja neki. Rendben. Jó van, nagyon szépen köszönöm. További szép ennek napot. Is viszlát, további szép napot. Balesetmentes utat. Igyekszem. Na, szavasz. Mi a fasz van? Tudsz jönni PDL-é, leadtam a szolit. Igen? Megyek, persze. Mindjárt fölveszlek. G-vel vagyok, csá. Na! Hát, geci. Hoppa. Kíváncsi vagyok, hogy rád mi lett kitalálva. Mi? Lefokózás, bazd meg. Lefokoztak téged is? Szintén, bazd meg. Master Trooperbe. Basszom. És miért? Ne, bazd meg, mert adtuk egymás elé, na, egymás alá a lovat. De hogy az ideg szétbassz mindjárt? Sőt, már szétbassz. Hol adtuk egymás alá a lovat? A... Basszom tudja, gettó patkányozásnál. Ja. Ott az fent a igen, igen, igen. Na hát pont engem is azért fokoztatva. Egy hónapos ügy, baszki! Megkérdeztem is, hogy akkor a Michael Reynolds, aki nyíltan civilek, állampolgárok, rendőrök előtt mondta, hogy nem kár a halott anyáira, aki belehalt a szülésbe, az azért mit kapott? Hogy kérdezzem már meg. Ja. Erre csak az volt a válasz, hogy hát ő nem lieutenant kolonel. Ja, értem. Ja? Hát de baszd meg, nem is korporál! Sergeant vagy mibe van? De korporálban van. És én kapom a izét. Hát igen. Geci meg van mundázva az egész. Hát úgy néz ki, hogy nem vagyunk annyira közkedveltek. Nem. És nagyon gondolkozok, hogy mi legyen. Mi bazd meg? Pucs. Kell a faszomnak pucs. Faszom. Na most amúgy hallatszódik rajta, hogy nem kicsit vagyok fölháborodva. Na persze, egyértelműen. Keci. De megkaptam az új kis jelvényem, chief vagyok. Aha, én is itt tart már a zsebembe. Én már bele is basztam a izébe. Azébe a rendőrségi tárolórekezbe. Mindjárt azért bedobom valami ablakot. Fú. Nincs valami szórakozó hely nyitva? Hoppá. Várj, én elmegyek a... Az mi a fasz? Oké. Okay. Pardon? Oké. Okay. Ezt így akartam, így szoktam. Elmegyek a... Mi a faszomba? Kormány hivatalban megújítani a... személyit, meg a jogsit. Ja, ezt nem is. Már a nyakamat merem rátenni, hogy ezek után meg ránk lesznek szállva civilbe. Köszönöm, neki másfél hónapja le van a gyárva az okmányaim. Nekem májusi okmányok van. Akkor gyere újítsd meg te is. Ja. Van nálad 2000? Van a izé előtt ATM. Adok én neked, szóljál. Várjál. Tessék. Felbassz. Hát, megéltem. Fölbassza egész komolyan.
Jaj. Mit kell tenni, ugyanaz meg? Hát vagy ez, vagy bizonyítani kell. És ki, a Johnson nem volt ott ennél a jelenet? Ő pont nem. Nem. Tudom, hogy pont kimaradt ebből. Lehet, hogy csak pont mi ketten voltunk ott, még az a szerencse. Ja. Hát amúgy, rajta ezért láttam, Sargentes ezért. Ja, őt tegnap előléptették. Mint a katona, vagy mi ez, mint a rendőrt. Hát az, amúgy, nincsen vele semmi gond. Most ne idegeskedjél. Van élet. Mindig. Erre a régi személyemet valahol ki kéne baszni meg ezeket. Adjad! Itt van egy kuka. Itt egy kuka. Akkor dobjuk ide. Na, tökéletes. Itt jó helye lesz. Állambácsit kéne megkeresni, hogy zsíros kormány pozícióval. Pártalapítás. Tenátoroknak. Az ennyire ne süllyedjünk ma mélyre. Mi? Na mennyire ne süllyedjünk mélyre. Miért? Mert a politika az egy undorító dolog. Az. Abszolút az. Ez meg. Zárva is van. Hát úgy látom. Hát látod. Éppen ezért paletóba mentünk volna amúgy ki. Igen. Mert láttunk ott egy ilyen vörös késpüstöt, azt hát ha ezért van metet, hogy valami ilyesmit főznek. Aha. Vegyszereket dobnak össze, aztán fél úton ezért szóltak, hogy húzás vissza a kapitányságra, szóval kurva jó, szóval azt sem tudtuk lekapcsolni. Ja, hát szokásosan mindig beleszarnak a lecsóba. Én hogy azt nem értem, amikor már több órája megy a szolgálat, minden flottul működik, akkor mi a faszra kell visszahívni az embereket? Kurva jó kérdés. Ilyet én csináltam valahol? Nem. Persze, mert ez dettó fasság. Meg alapvetően magától működött a szolgálatparancsnoki rendszer. Hát baszki, mindig a legmagasabb rangú volt. Ennyi? Tök mindegy. Majd láttam a hirdetésekben Vanilla Unicorn újra fog nyitni, vagy mennyi? Tudja a bánat. Ja? Ja, azt hittem nyitva van, geci, már mondta, hogy mennyi. Megnézhetjük igazából. Menjünk, mert tököm ki van már nappal, nagyon feszült vagyok most emiatt a szad miatt. Feljövök, tudod, szolgálok, és példek erre lefokoznak. Nem. Hát, ja. Amúgy tudta, hogy Antonyt fogják helyembe léptetni, majd jön sejtésem. De az a vicc, hogy te ott nem is mondtál semmit, szóval ez, mert tényleg csak a KK-n a csomó keresés. Én csak így ezért rábólintottam, mert a faszomnak sem volt kedve vitatkozni. De amúgy se tudtam volna, mert maximum ez, felemelem a hangomat, kibaszás. Én visszakérdeztem minden gond nélkül. Tök mindegy, mert más választás nincs, mert védekezni nem tudsz. Ja, igen. De... Köszönöm, Heinibé. Én is így gondolom. Viktor, az milyen First Director, ha? Mit tudom én. Ja. Még azt sem tudjuk, hogy ezért megyünk Magnumhoz. Hogy ez most így kibaszottul nem érdekel, hogy az a, elméletileg a parancsnokság elé került. Hát ez az. Hát nem úgy néz ki, mint ami nyitva van. Nem, bazeg, nincs semmi szórakozó hely nyitva ilyenkor. Salieri's, izé, mi van még? Sakura. Hát beszadok, bazeg, amikor ez szétvág az ideg, akkor nem tudunk le, nem tudjuk. Ja. Leülni, piálni. Nézzünk be Salieri-be, nem hiszem, hogy ott van bármi mozgás, ott már jó ideje nem láttam semmit. Hát én sem. Régi jó barátok is, akik ott dolgoztak, már nincsenek a városba. Hát azért ez komoly volt te, hát a hűség bazd meg, komolyan mondom. Vagy én nem tudom, hogy mi az Isten ez. Így ezért pont mi kettőnket pécéznek ki. Hát mert pont ott voltunk. Persze, de ez egy hónapos ügy. Várjál, hol van? Sőt, több. Nem hiszem, hogy egy hónapos, hanem szerintem kéthetes. A faszt. Hogy lenne kéthetes? Igen?
Hát legalább egy, nem tudom, egy 5 hetes minimum. Nem tudom, na, hát tudja, hogy nem 2 hetes. Hát a Roland ez nem most mondott föl. Én már nem tudom. Faszom, nézem a vendéglátó ipari egységeket. Na? Keresgélek, tehát GPS-en. Ja, itt van. Na, benézhetünk a Perth-be, az ott van a dokkok. Nem dokkoknál, hanem mi az? Mólun. Na ez az. Na nézzünk rá erre. Perth bolt. Jaj, van én bolt. Ó, de jó. 99 darab sült buresz. Az árva. Zárva? Zárva? Beszadok. Isten. Igen, néha hiányolom a te rendszeredet. Hát igen. Kéne sejtek átmenni. De nincs. Hát majd lesz. A faszom működne ezekkel együtt ugyanúgy. Biztos, hogy nem lesz. Hát mint mi az előző államban. Ez komoly volt, amikor leordítottad a csávó fejét. Őszintén megmondom, remélem, el is ment a kedvem az egésztől. Neked is? Aha. De úgy rendesen. Nem csodálom. Idiótákkal vagyunk körülvéve. Olyannal volt indokol, hogy akademisták voltak a környéken, és hogy akademisták befolyásolása... De ki a faszt érdekelnek az akademisták? Ó, Istenem, te. Annyira undorító. Azért csinálják, mert a munkánk olyan nincs probléma, valószínűleg a személyünkkel van. Ja. De valószínűleg az áldozatom lettél. Hát, meg a berendezés meg az én áldozatom lett. Hallod? Vegyünk egy pár piát, az basszunk be valahol. Na jó van. Bánatunkba. Ha már ödömünkbe nem tudunk. Kártya vagy? Tudok vizet? Nem tudom, mindjárt megnézzük, hogy van-e egyáltalán pia. Ott remélem van. Elméletek van? Hát, geci. Van, visz van.
bankkártyás fizetés. Elfogadják. Na, jó van. Johnsonnak beszámolok éppen, hogy mi történt. Na hát a izé, Johnson azt írja, hogy nem is volt ott kadét. Jó van, Berkom, lehet nem sokára. Johnson azt írja, hogy nem is volt ott kadét akkor. És akkor ezek szerint a Johnson is ott volt. Akkor visszanyal a fagyi. Hallod? Ez belső ügy. Ez most bazzik, hát ez kész. Ilyen nincs a világon, bazd meg, ez kibaszás. Na milyen pia van itt közben? Viszki! Ha, temetőbe kivisz. Ez oda. Na, erre fölhívom a Johnson-t. Kec? Pillanat, hívom. Na, szevasz! Na, te is ott voltál ennél az ominózus eseménynél? Nem, igen, de nem vágom. Hát amikor leadtam, akkor... És a telefokozásod hol van? Hát fölvitték, bazd meg. Hozzáadták mi dongjainkat, bazd meg. Ahogy a Revön se szólt hozzá az egész, az a vicc. Legalábbis én nem emlékszem, hogy mondott volna bármit is. Nem tudom, én nem emlékszem az egészre, hogy mondtad volna bármit. De ez egy hónappal ezelőtti dolog, nem? Hát vagy több. Szerintem valannyia. Cirka. Hát amikor a Rolandék mentek el, így van. És arra hivatkozott ez a jó képességű, hogy kadétok voltak ott, hogy befolyásoltam ezzel őket, meg ilyenek, meg hogy lieutenant kolonelként nem. És akkor megemlítettem, hogy jó, oké, és akkor a Reynolds az mit kapott azért a kórházas sztoriért? Ja, hát ő egy szóbelit, meg egy írásbelit. És mondom, akkor hol? És akkor hol van az én szóbelim, meg az írásbelim az erre való figyelmeztetésed? Ugyanis tudtommal ezelőtt nem volt semmi ilyen jellegű probléma velem. Hát, hogy ez lieutenant kolonelltől nem ezt várom. Ja, mondom, bocs. Ja, korporától csalszalom, hogy a halotti családnak beszóljon. Hát igen, de hát vannak a havarok, meg vannak a nem havarok. Bocsánat, vannak az egyenlők, meg vannak az egyenlőbbek. Lehet ezt így is mondani. Hát lehet végül is. Hát nem tudom, most körbenézek a városba. Aztán meglátjuk, mi lesz. Most behozunk a Revönne. A gondolodban gyere te is. Hát... Antony, hogy is hívd már. Meg amúgy is akartam neked adni kulcsot a kecóhoz. Ajaj, van majd, kecó? Hát persze, majd valamikor feljöhetné. Nem ugye az elkövetkezett, de fél órában. Hát vagy 15 percben. Ha már meglátjuk, nem tudom még. Ráérek, mert most megy sorra minden szar. Hát figyelj, bazd meg, most itt küzdesz, csinálsz mindent, aztán látod egy kibaszott mondat, aztán repülsz a levesbe. Persze. Elkezdtem úgy, mert volt majd mondtam én is dolgokat, de nem szövettek elő ilyet, szóval... Hát ezért mondom, hogy vannak az egyenlőbbek, meg vannak az egyenlők. Most lehet, hogy te is az egyenlőbbek közé tartozol ezek szerint. Én már nem tudom. Tartom magam sehova igazából. Nem, ezt most nem basztatásként mondom, csak lehet, hogy mit tudom én, te búrádat jobban csípik. Hát mindegy. Én úgy gondolom, hogyha... Nincs rám szükség, akkor én megyek szívesen, csak mondják meg. Ne ilyen csicskaságokat csináljanak. Majd beszélek Viktorra, vagy nem tudom, mert megpróbálok majd valamit. Nem kell vele beszélni, hogy hajthatatlan lesz ilyen szempontból. Csak az elméletileg a parancsnokság elé került, a parancsnokság meg egyet éltett ezzel a döntéssel. Akkor majd beszélek Leóval. Kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg oda került-e. Hát, az biztos, hogy oda került.
Na, jó van, leraglak, majd hívjál, vagy írjál, hogyha elszakadsz. Kapcsolok, jó van, na csá. Csá, jó bulizál. Hopp, rábasztam a telefont. Írok Antoninak. Ja. Hát de geci, hát ez botrányos. De várjál. A Johnson most mondta, hogy ő is mondott már hasonlókat, és nem lett belőle soha semmi. Ja. Ez az. Figyelj már. Ja. Belső nyomozást indíthatunk a parancsnokság ellen? Hát de most már ne... mit akarsz indítani? Bosszút. Ne, az felesleges. Hát bazd meg. Így is úgy is alul maradt. Parancsnoksági tag, üvöltözhet a rabláson, bármit csinálhat. Persze. Kétszik be már. Lövöztek a vityillóba. Megmutatom a lekászadó dobest. Fölbassza az egész vici. Őszintén most elszóláson, gépből csináltam bármit. Nem hiszem, hogy bármi rosszat csináltál volna. De hát nem is azért kaptad. Bazd meg, jól tettem a dolgomat, csináltam a munkámat. Vissza az ember, nem tudom, egy pálhatos kihagyás után, geci, azt ez várja. Hát köszönöm szépen. Hát ja. Legalább egy pofont adhatott még így azért. És akkor te ezért miért nem csak figyelmeztetést kaptál meg ilyen neked? Nem tudom. Ez már felettébb érdekes számomra. Nem, egyszerűen utál a panelost, mert tudtél, hogy... De akkor mondja a szemembe, hogy tegnap ezért ugye pont találkoztam vele, hogy páncélautóval jött ki, a First Director, ugye? Én nem voltam tisztában a rangjával, és akkor így kérdeztem tőle, hogy ez most így szükséges. De tudod, semmi. De hova? Boltra vagy mire? Boltra. Boltra páncélautóval. Igen. Boltra páncélautóval jött ki, és akkor ez nem kicsit túlzás. De tudod, így rákérdeztem, mint akcióparancsnok. Aztán kiszáll felmutatja a jelvényet, akkor jó van, elnézést. Szóval. Azért jó bufiból adhatott volna még kettő pofont, aztán viszont látásnak. Jönnek közelék is. Johnsonék? A rablásom vannak kint. Ja. Nem tudom, szerintem milyen izé vagyunk. Célpontok. Csak hogy miért? Hát ja, úgyhogy én egy szabos sportfodál voltam. Már valaki ennek ez is bassza a csőnét, hogy mi? Szevasz, háj, minden faszal, közi a kérdést veled, bizu. Azért már Magnumra rákérdezem, hogy ez most veletek, ezért meg volt beszélve. Mert ő is parancsnoksági tag. Hát, ezek szerint. Na jó, de hát gondolom szavazati többség kellett hozzá. Vagy tudja a fasz. Ugye a faszom az, ki akarnak lőni minket innen? Hát akkor mondják meg, legyenek férfiak. Mondja, ja, hogy bazdmeg, add le a jelvényedet, szevasz van. Nem így. Kérdezik. Hát, ja. Várj, adok egy pótkulcsot, te is tudjál ide jönni pecózni. Na.
A kanapé egyik része az Antonyéd elég nagy. Majd veszek. Tessék, itt van egy. Gyere, üljünk le a kertbe. Kösz. Legalább ott jó a kilátás. Megvan minden hely, köszi. Pár nagy költözési lázba vagyunk. Macsakok se tudják, hogy mi a faszom ez a sok doboz. Úgyhogy ja. Már ők is kíváncsiak, szerintem. Hifid nincs. Az nincs. Csába. Kocsiban van rádió. Csak nem tudok arra itt állni. Micsoda? Kocsiban van rádió. Őt az üstembe, baszós live. Mit sem basz meg itt telefonon? Nem, nincs. Ha majd akarok ide venni egy jó grillt, meg ilyenek. Hallod? Ide. Hát az a baj, hogy valakinek a kocsiba kell ülni hozzá, szerint. Ja, nem. Ja. Na. Mindegy, hagyjuk a faszomba a zenét. Együnk valamit. Vagy ígyunk. Na, ígyunk. Na, várja. Na hát azért nem olyan rossz a kilátás innen. Aha. Látszódok innen a PD? Nem, hála Isten. Nem, ez volt a frakiház. Hát, ja. Na. Előviszom az üveget, hát akkor... Na. Egészség. Egészség, a lefokozást. A lefokozásunkra. Hagyja a kettőt. Fasz. Ja, vagy Bru írja. Valamit nekem bűzlik. Ugye 3-4 hete történt dolog miatt. Ajaj. Szóval van a fel a csintába. Hát, a vezetéste nem biztosan. Itt valami nagyon meg van kódoptálva. Megrevönt is, abúgy. És őszintén nem tudom, mi az Isten baja lehet, mert gyakorlatilag nem is beszéltünk nagyon sokat vele. Amúgy azt nem értem, hogy te miért nem csak figyelmeztetést kaptál akkor? Jó kérdés. Mert jaj, a galamblelki akadémistákra rossz hatással vagyok. Emlékszel, amikor még jöttünk át a FBI-ból és mondtam, hogy eleinte, hogy azért nem akarok átjönni, mert itt rohad a feje a dolgoknak. Hát, igazad lett. Hát igen. Tököm ki van. Hát meg nem tudom, hát nagyon gondolkozom rajta. Azt tudod, már így vártam a Master Corporate-t, mert drága Johnsonunkat is előléptették már, stb. Bazd meg, ezt kapom. Hát köszi szépen. Azt szerintem annyira botrányos rendőr nem vagyok. Egy balhé volt. Mikor lefokozással járt az eset, emlékszel? Nálad, még Magyarországon. Igen. Akkor hadnagyból visszaléptetettek. Főtörzászlósba. Jaj, így van. De oké, okay, azt megérdemeltem. Hát de ott meg volt alapozva. Így van. Ott annak hát volt az... háttere, volt több ez... beszélgetés előtte, nem derült égből a villámcsapás volt. De ilyen bazik, hogy egy kurva elszólás miatt... Azért az enyhe túlzás. Hát igen. Faszom, dögölje meg az egész világ. Mennyi viszkit vettél? 3 üveg. Vagy... 5, már 2-t megittem. Botrány az egész. Szóval kiderülne, hogy meg se beszélték. Na, azon röhögnék. Nem lehet dobastok felesége vagy gyerekek. Rossz bru.
mentőzni az a karakterre? Én meg azt hittem, hogy ez a szokásos szivattás, és nem. Hát nem. Hát nem az. Hát de itt nem szokott ez venni. Nem a fasz, nem. Na, ne az darabja. Igye. Még az a szar is nálam van, bazd meg. Dobd el a gecibe, gyújtsuk föl. Az, bazd meg, lenne grillbe is, basztám. Ja. Yeah. Kis gyújtós. Ott a helye. Ott a... Fúj! Azért az, bazd meg. Megvan 30 plusz év után jó, hogy nem itt szolgáltam az egészet, de ilyen soha nem történt még velem. Ez szánalmas. Hát ja, velem se. Na, veled már történt. Egy jó történt, baszki, de az okkal. Ez milyen ok volt, bazd meg? A politikusok jobb okkal jönnek, komolyan mondom. Miért rúgjuk ki, Brubácsit? Nem rúgjuk ki. Jaj, hát ugye az akadémisták, az nagyon-nagyon galamb lelkű akadémisták, hát még nekik nem szabad bemocskolni a lelküket. És akkor dobjam fel, én is leült, mert ezért azt mondta, hogy újjót kapnak. Ugye ezért agyonlövés lesz ott a rablásnál. Hát látod, ezért mondom, hogy vannak az egyenlőbbek, meg vannak az egyenlők. Na. Hát látom. Meg ez is, Levente. Ez kolonel, vagy ez ugyanúgy ez a lezludas? Pikáns. Jajajajaj. Ő benne van aztán a parancsnokságba. Nem tudom, azt újonnan láttam, benne. Hogy ő is benne van. De nem vagy benne a parancsnoki láncba. De ő nemrég került bele szerintem. Hát, ja. De most még ezzel nincs is semmi gond, hát a faszomnak sincsen kedve ez. De érted, tehát még így chiefként is szerintem még ezért vezető lennél. Papíron amúgy az alezredes is vezető lehetett volna, de egy tök papír egyszerű akciót nem adhattam ki rengedét, hogyha visszaemlékszem. Ja. Azért mondtam utána a Williamsnek, a Ray Williamsnek, hogy mondjam, igazából lehetnének rendőrök, meg vezetők, aztán kész. Ja. Van egy rendőri rendfokozat, X bérezéssel. Ja, meg a parancsnokság az kész. Meg a parancsnokság aztán kész. Csak azért bérekben van különbség. Mondod, nagyon szépen köszönöm a követést. Na, mi van már? Jones-ék önnek már, vagy még vedik az elkövetőket? Antonyok, tudod a számát? Persze, persze. Ilt is azt hiszem. Ja, mondta, hogy ha végig van a rablásnak, akkor jön fel. Ezt gondoltam. Ez a hála, meg a köszönet. Hát ja. Elég gyenge ez a viszki. Hát bazd meg, én megség azzal, nem tudom, hogy valamit elbasztak, vagy ez valami kamu viszki. Mit, hogyha te lenne? Kínai. Annyira gyenge. Ja. Antoni is ott nézett, hogy... Hogy az élőt is meglepte az egész. Mhm. Uh-huh.
Jézus erejéb, rubasz meg! Hát, nekem elfogyott a viszkim. Nézzünk el házari, hát ha megjön a jó ember is. Jönnád? Jó, jó. És itt ezzel elbambulok. Jó, ház előtt leszek. Dehogy is, bru. Fúj. Inkább iszunk. Arra lenne szetek. Na csá! Jó, ott vagytok meg. Aha, persze, itt vagyunk. Jó, akkor indulok. Jó van, oké, és csá-csá! Így van. Így van, hát aztán lesz kapsz. Kapol. Azt a nyakadba. Jézus elejéből, most akarod, hogy menjen a bizonyíték mapába ez az üzenet is? Nem akarod. Na jó, mindig nem jöttek. Az Anton Newton van. Azért vannak a jó barátok. Azt mondjuk én is megéltem. Én is jobban félek a Hansó, mint magamtól. Bár fenyítőbe szétkap. Nézésével elítél. Hopp, ott jön. Ide látom az Antonit. Figyeld, mindjárt begurul. Ott jött azzal a fekete fustaligával. És itt is van. Ahogy figyelj már, igen? Leót meg hívták föl. Leót is. Uh-huh. Egy perc is törlődnek az autók, tényleg? Szia! Szia! Hogy nézel ki? Mi van veletek? Mi a faszom lett veletek? Hát... Semmi.
Geci! Csak hallod? Basz. Te? Mellett ezt mi lesz? Ezt is lefogod? Semmi. Ezek lefogozták a holtat, és téged visszafogozták. De a Reynoldsot nem fogozták le azért a kórházas tettér. Ő csak figyelmeztetés kapott. Azt mondja, ez a pikás kéne szép izomban, mondom, hogy veszek az izét, és de Raven is lefogozták. Azt mondja, kajak. Hát az a berendezés ilyen... bánta amúgy. Mit basztál szét? Szétbasztam mindent lent. Geci. Johnson? Úton van? Johnson? Szerintem ő marad. Johnson az megvan, most figyelj, ő... akcióztunk, minden faszta, minden jó. Ő el van. Geci, megkapta a kettő rankápot. Én sem kaptam. Figyelj, én sem kaptam nézni rankápot. De is kapjál, bazd meg, mert letépem a faszodat. Na most miért? Ne legyél egy irigy, geci. Pedig már nem legyél van. Na, ezt akkor... Nem, az de szabály ellenes. De valószínűleg te lesz az utódom. Mindig még utód, bazd meg. Hallod, még izé Valtára fogod, fiammel bejárhatok bazdmeg a házába, annak utódja, mi a fasz? Hát te leszel, bazdmeg. Kérdez, milyen családi titkok jönnek még itt rá, még bazdmeg lehet még itt én nagy családi szálok kialakulnak, lehet még bazdmeg a végén rájövök, hogy Valtára nevelő apám. Na látod. Én még gondolkodok bazdmeg, hogy most így levettem magamat bazdmeg, azt a kórházba felébredek, és ezén kelek, Magyarországon kelek. Figyelj, ha innen leveted magadat, kibaszottuk, kirőgünk. Basszátok meg! Na, az jó nagy a testé! Itt még majd tízszer meg kell sírálni, hogy történjen valami. Amúgy figyeltek, semmit nem hagytadok ki, volt két rablás, azt ennyi. Ki gondolta volna? Leóval mi lett? Ezt nem tudod? Nem, de őt is felhívták. Semmi nem volt Leóval. Szerintem megdumálták azt, hogy Valtert lefogozták Blitzenből, ja. Meg hogy téged lefogozták. Kiverték egymás faszát. Azt most mi lesz? Lesztek Pöksoliba vagy dobbantatok? Tudja a faszom. Hát nem tudom. Nem tudom. Tanástalanok vagyunk most ezzel kapcsolatban. Nyilván maradok, mert bizonyítani azért akarok, de... Na. Ezeknek a buziknak. Hallod, én megmondtam, hogy jövőt lett lenne izé börtönt indítani. Börténig az gratulok felcsapni. Hát nagyjából. Ja. Hozzákapta friss húst. Még egy bank. Mi a fasz? Hát legyen. Hadd legyen. Hagyd szenvedjen a vezetés. Na. Nem, csak azt nem értem, hogy ebben miért rengatok bele téged is. És ilyen ugye... undorító hát módon, úgyhogy meg se szólaltál. Leghűségesebb kutyád vagyok idézőjel, kutyád. Vagy mit tudjam én. Most ezt jó értelemben mondom. De most azért lefogozták a Revönt, mert hogy ott volt is. Mert ott voltam és elmettek, egymással ráadtuk a lovat. Azt mondta, hogy egymással ráadtuk a lovat, így van. Hát, de én is ott voltam. Hopp, meg a Johnson is. Na. Meg a Johnson is. Hogy van ez, bazd meg? Még ugyanúgy üzébe vagyok én Masterből. Egy szalos korporál vagyok. Vagy voltam, bocsánat, már csak voltam. A Walter meg a... Chief? Chief? Vagy mi a faszom? Nem, hát Lutheran most... kolona. Ja. Így van. Alezredes volt. Most meg ezé. Mi vagy most? Chief. 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 Hát már lassan, azt kértek egy órám tottát. Chief meg pincér. Itt van-e. Hát, bazd meg. El kéne menni venni a jó grill. Azt már napok óta gondolkozok rá, hogy kéne ide egy baszó grill. Ja. Egy kettő. Pont ide mögém a fülre. Egy rádió. Egy valami GBL. Nem baj, Reven a kanapé másik végén aludhatsz. Ja, mondta Vajtet. Na legyen, bro. Indít. Ja, már kapták úgy, hogy te is. Aha. Nem a második fogadott fia. Azt a kurva. Mondom, itt Walter a... Hát nem azért, de... Figyelj, Walter a Marlon Brando a keresztapa. Mi? Vágolni kell, vagy várjál, most két külön azért márok. Vágolni a keresztapát, nem? Igen. Mondom, már rosszul olyan leszel, mint a keresztapa, bazdekben. Mindennek lesz mindene. Dehogy is. Amúgy bazeg, semmi, most annyi volt, hogy
azon volt kiakadva, hogy az Isabel idősebb az meg a Leónál. Ennyi volt. Ilyen nagy kiakadás volt, ezt ennyi. Hú, geci, de most, hogyha visszagondolok ezekre, amikor lent sokkolgatja a deputy director az állománytagokat a garázsba. Na, de az nem baj. Jaj. Mi vagyunk a ezért nyilván hibások, azért is. Halljátok, figyeljetek, tudjátok, dobantani kell, össze kell hívni a brigádot. Átbaszni magunkat oroszá, uralni a várost. Nem kell az átbaszni. Abbé, hirtelen nemzetiségét váltunk, vagy mi a faszunk? Nem kell az orosz, hidd el. Így is mi uralnánk. Mi ez már? Most gondolj már bele, Walter Vizé maffia főnökként stázis múltal. Nyilván már drága barátok. Nem lenne hozzá gyomrom. Akiket üldöztem 30 éven keresztül, azzá váljak. Hát ez az. Akkor én döntök, hát. Ez is bazd meg, de meg tudom, mi a durva? Hogy volt a Reynolds. Mert hogy... kérdezte ugye a pikás, hogy... Mizu van volt, hogy én homallattos, hogy... Mondom, hogy lefokozták, mert minden szar. A Reynolds a... Jaj, szűk ajú, nem? Az. Reynolds. Reynolds meg azt mondja, még csak most hivatták be. Szóval elvileg már téged már jó akkorában be akartak hivatni. Üdös kutya. Mark mondta, hogy még csak most hivattak be téged. Na. Felsőzetés. Én már bazdok, én már ott tudtam, hogy gyabasz lesz, amikor már Izzy azt mondta a Viktor, hogy már csatlakoztak rá, de uram, mondom, itt faszulás lesz, de ugye ez volt a Ravennel is. Hát persze. Én meg azt hittem, hogy téged azért fogozták vissza, bazd, mert te naphajkul leszek egymást a izén. Autó körgyűl. Hát de bazd meg, most az is mi a faszom? Az is egy kis trollkodás volt, ennyi. De gyókos üdöttem egy poént. Hát, ja. Azért még mindig fejbe váglak, de ez már mellékes. Jó van, meg is egy jó. Hát de baszki, Johnson szólt, azt abba hagytuk, igaz? Aztán lesokkoltalak a liftbe, de ez már mellékes. Igen. Megbaszott a lift. Már csak a két bolt van meg. Ja. A panel megbaszott. Minden mást beemésztett a rendszer. Majd be, azért én meg jó majdnem nektek mentem. Az énél, plázánál, geci. Vagy meg van egy benzinkutó? Kifele, látom a gamercet, mondom, hogy ti vagytok biztos. Ott még megvan a vidéki út. Hát ki mások. Szerintem most egy pár hétig ezért... Nem, elvett a rendszer. Hát vagy... halljátok, meg gamerseteket be kell pakolni a házba, azt bekülülni 3 hét kockulni. Jó, begondolsz, hogy brú. Jaj, tényleg a házat mutasd már meg Walter, ezt még nem is láttam. Hát bankó is, hogy ide menjünk be. Hát de mondj, ez... Valószínűleg egy pótágyat kell a nappaliba rakni. Ja, a mézé, pricset. Hallod, tudod? Ez a egy napágyat bevinni. Lassan ez a ház már az izé lesz, az a lefokozott izé. Lefokozott ház. De téged meg nem fokoztak le, meg ezért Jones-ot ezért Geci, fölvitték. Kajak, a izé... Kalmi, hova? Hát Sargent, nem láttad hát a Sargent-es izé, insignáját? Ugye a jelvényét? Jó, hát figyelj, nekem is már elvileg az izé... Nekem... Meg az izé, láttam én a csoportból, hogy valami korporából vagyok bevaszva, de még sehunk semmi. Most ez vagy hiba, vagy szerintem te leszel hiba. Az utódom. Szerintem hiba. Meg plusz egy követést kap. Nincsen itt semmilyen utódlás, hát a rendfokozatot nem utódolják. Tök mindegy. Igen. Na, van, hát akkor. Ez itt a konyha, majd ide kell egy bárpult. Ide kell egy bárpult. Igen. Pontos itt, itt van a... ja, mert azt leboxoljátok. Ez az... eléggé nagy. Jó, ne kanapé. Itt el lehet azért héderelni. Az ott, oda már én fűntem, én szartam oda, az van az enyém. Mi van? Mindegy, szóval az a sorok ott az enyém. A közelebbi az lámpa. Lehet, hogy tiéd. Fontos szemem, mint a Walter, és elmond, az ő álljában ne feküdj be. Így van. A szent és érthetetlen. Yeah. Itt van az altábornagyi háló.
Hajtábor, ex-hajtábor nagy. A generál feldmarsol. Hé, mi lett a tévével, Anthony? Igen, tessék. Hova szűnt a tévém? Én nem tudom, cigányokat nem láttam. Itt a gardróbot használjátok, nyugodtan itt át lehet öltözni. Hopp, egy méret vagyunk nagyjából. Az simész. Ja. Mondjuk ez is ilyen... Jaj, még ilyen kis izé, kosaras banyolj. Aha, várjál egy picit. Szerintem... Szerintem arra ne... Nincs keze a brónak. Mi ez a kezetlenség? Nincs forrakozóhágy, de azt mondom... Pont ezt már nézegettük a revőnnel, de semmi nincs itt van. El kell menni olajt fúrni. Mi? El kell menni olajt fúrni. 100 000. Mi milyen olajfúrás? Faszon fog ezé olajt fúrni. Van, kuvikolni. Igen, na, hát itt meg a kis izé megbeszélő. Itt lesz majd ez a pucs kísérlet, ez itt beszéljük meg, Gemi. Hallod, bútorbolt nincs? Itt a sörpucsot itt fogjuk meg, mi? Ja, bútorbolt merre van? A bútorbolt nincs úgy. Nincs. Ide kéne egy izé, DDA zászló. Na, igen. Egy izé tervezünk. Mellé meg a portrék. Ja. Igen. Tomes volt ez volt. Na jó van gyerekek, én viszont ledőlök aludni szerintem. Jó van. Jó pihenés nektek. Melyek a helyemre. Gyere. Helyemre. Helyedre. Mondtam fönt. Szevasztok. Na jó van srácok, viszont ez a stream ennyi lett volna. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, folytatása, stb. Ő nekem vasárnaptól számítva 4 éjszakám van. Úgyhogy én viszonylag nem nagyon leszek. Vasárnap, hétfőked, szerda éjszakás vagyok. Csütörtök jövök haza, csütörtök péntek még rámolunk, majd valamikor be kell menjek a Digihez, mert ugye költözés van jövő héten szombaton. Úgyhogy, ja, majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Majd Discordon mindenféleképpen értesítelek titeket, hogy mi van, hogy van. Meg nyugodtan lehet írni csevegőbe, ott lehet érdeklődni, aztán majd amikor időm engedi, válaszolok. Na jó van nektek, puszikázlak, mindenkinek jó hétvégét, akinek vége van a sulinak, annak kellemes nyarat kívánok, akinek még van pár napja belőle, annak kitartást kívánok hozzá, sziasztok, hello! A városban szágult, mint a szél, Kitty Hesseté világában éli életét él. Mindenki látja, hogy ő a legjobb, túlbes volt el, akit senki sem fog.